Kiberma mai adásában kipróbáljuk a Destiny 2 legújabb kiegészítőjét, a Forsaken-t. Beszélgetünk a Bellum Game csapatával arról, hogyan lettek játékfejlesztők, a legújabb munkáikról, valamint a csapatmunka fontosságáról. Végül pedig utána járunk, mik voltak a legjobb lovasjátékok. Tartsatok velünk! A Nemzeti Vágta meghozta a kedved egy kis lovas sporthoz. A Kiberma szerkesztői összeállították kedvenc lovas élményt adó videójátékaik listáját, hogy akár otthoni környezetben is legyen lehetőséged a nyerekbe pattanni. Lássuk! Első játékunkon talán páran meglepődnek, hiszen bármennyire is elismert és magasan jegyzett a The Last of Us, mégsem kifejezetten a lovaglás jut eszünkbe róla elsőnek. Ez jogos is, hiszen a játékban valóban csak egyes részekben ülünk lóháton, azonban a fejlesztő Naughty Dog nem lenne az, aki, ha nem törekedett volna ezeknél a részeknél is az akkori maximumra. Ne feledjük, eredetileg PlayStation 3-ra készült játékról beszélünk, amely 2013-ban kezdte meg szinte azóta is tartó hódító útját, a valaha volt legjobb játékszavazások örökös résztvevőjeként. Hiszen annyira jó, hogy még lovagolni is élmény vele. A Last of Us-hoz hasonlóan az Uncharted sorozat is a Naughty Dog fejlesztői csapat nagy sikerű játéksorozata, és ugyanúgy nem feltétlenül a lovaglástól híres. Mégsem mehetünk el szó nélkül a legjobb akciófilmeket is felülmúló lovas sivatagos üldözésen, amelyben egy katonákkal teli teherautós karavánon kellett rajta ütnünk. Indiana Jones-szerű hangulat és hihetetlen dinamika jellemezte ezt az alig több mint 10 perces pályát, amelyben lóhátról ugráltunk autóról autóra. Kár, hogy nem volt picit hosszabb. A történetét tekintve szinte összefoglalhatatlan Metal Gear sorozat sem volt a lovas élményekre vágyók célpontja, egészen az eddig utolsó Phantom Pain címet viselő részig, amely nagy részében egy sivatagos, teljes nyílt világú terepen játszódik. Lovunk egyik leghűbb társunk a haladásban, mivel a térkép hatalmas, sőt, mivel a játék lényege a feladatok megoldásának rendkívül sok variációja, stratégiailag sem mindegy, mikor használjuk. A fő fejlesztő, Hideo Kojima sem a kompromisszumos megoldásairól híres, így szemre egy eléggé látványos lóanimációt és élményt kaptunk. A Battlefield sorozat a korábbi jelenkori hadviselést feldolgozó részek, illetve a kezdeti második világháborús játék után az első nagy háború idejébe kalauzol el minket. Ebben a korban még természetesen sokkal aktívabb szerepet játszottak a lovas egységek, akár karddal rohamozva az ellenséget. Bár a játék nagy részében valószínűleg nem lóháton fogunk küzdeni a csatamezőn, mégis nagyon jól sikerült az állatok megvalósítása, mozgása. Aztán persze biztosan minden játékosnak van egy kellemetlen élménye arról, amikor egy magányos lovas ellentmondás nem tűrően egy pillanat alatt elintézte, miközben el sem tudtuk találni. De pont az ilyenektől izgalmas egy háborút feldolgozó program. A Witcher 3 a legtöbb gamer szerint tulajdonképpen az etalon mércéjeként van jelen a megjelenése óta. Hihetetlenül jól felépített küldetéseit, világát és játékélményét, még a szerepjátékokat nem kedvelők is elismerik. Így gyakorlatilag a legtöbb nyílt világú játékot hozzá hasonlítjuk már. Ez egy igazi felnőtteknek készült fantasy történet, amelyben sokszor jók vagy rosszak sincsenek, csak emberek és különböző lények, akik a túlélésért, a mindennapi betevőért küzdenek. Természetesen egy ilyen a földi középkorhoz hasonlatos időben játszódó játékban fontos szerep jut hűséges lovunknak is, aki magyarul a Keszeg nevet kapta. Keszeggel nem csak utazni vagy harcolni lehet, hanem versenyeken is indulunk, ahol egyre jobb nyerget szerezhetünk rá, így még jobb teljesítményt elérve. A játékra jellemző, hogy ezek egyáltalán nem kötelezőek, mégis sok plusz órát adhatnak, ha meg akarjuk szerezni ezeket a jutalmakat is. Akiknek kimaradt, azonnal kalandra fel! Yeah.
Az Assassin's Creed játéksorozatot nem sok embernek kell bemutatni, hiszen idén novemberben immár 11 éves lesz a klasszikus első rész. Mivel a játék már számtalan történelmi időben játszódott, többször voltunk olyan korban, hogy a lovaglás volt az első számú utazási eszköz, mégis megpróbáltunk két részt kiragadni, amelyben talán a legnagyobb fejlődéseket éltük meg ezen a területen. Az első az Assassin's Creed 3, amelyben ezúttal Connort, a félig natív őslakos indián, félig angol származású főhőst alakíthattuk. Ebben a kolonizációs amerikai 18. században lévő történetben foglalkoztak először a készítők a nagyobb erdős területekkel és kültéri képességekkel, ahol a lovaglás adta utazás is a mindennapok része volt. Talán sohasem ültünk korábban annyit lovon a sorozat korábbi részeiben, mint akkor. 2012-es mércével nézve a grafika és a mozgás animációk nagyon szépek voltak, és bár a történet itt kezdett kicsit félrecsúszni, igen hangulatos és szerethető játékot kaptunk. Második kiemelt részünk pedig a 2017-es, eddigi utolsó rész, amely az Origins alcímmel rendelkezik. Miután az előtte lévő pár rész kissé modernebb korban, például a viktoriánus Londonban játszódott, kicsivel kevesebbet kellett lovagolni, hiszen egy városban azért máshogy is lehet közlekedni. Persze a londoni részben sokszor kellett fogatokat hajtani, azok néha túlságosan is autós érzésre sikerültek. Most viszont az ókori Egyiptom hatalmas, nyílt világú, sivatagos pusztasága lett a helyszín, ahol nagy távolságokat kell megtennünk, főleg lóháton, sokszor két település között. A technológia fejlődésével persze talán ebben láthatjuk az egyik legjobb lóanimációt, illetve megvalósítást. Aki szerette az iskolában a történelem órán Egyiptom világát, felejthetetlen élmény lesz a naplemente által megfestett egyiptomi tájban szépen ellovagolni, új kalandokat keresve. Végezetül egy kihagyhatatlan játékkal fejeznénk be a Kiberma kedvenc lovas játékainak felsorolását, ami nem más, mint a Red Dead Redemption. A szinte rossz játékot soha ki nem adó Rockstar fejlesztő csapatjátéka ez, akiknek a méltán híres GTA sorozatot is köszönhetjük. Nem csoda tehát, ha ezt a vadnyugaton játszódó programot is néha csak lovas GTA néven emlegetik az emberek, hiszen a megszokott modern városok és sportkocsik helyett itt most az 1900-as évek elején járhatjuk be az amerikai-mexikói határt, természetesen lóháton. Bár az idén 8 éves játék felbontását nézve ma már kicsit öregecskének tűnik a grafika, a Rockstar programozói a végtelen apróan kidolgozott részleteknek köszönhetően ma is büszkék lehetnek a játék szépségére. És akkor a történetről még nem is beszéltünk. Holott a sztorinak olyan karakterei és mondani valója van, minden idők egyik legjobb főhősével, John Marsonnal a főszerepben, hogy csak reménykedhetünk az idén megjelenő második részben. Vajon tudja-e tartani a színvonalat? Talán egy játékban sem töltöttünk lóháton annyi időt, mint ebben, és az autentikus környezetnek, zenének, atmoszférának hála, a Red Dead Redemption méltón áll a valaha volt legjobb lovas élményt adó játékok élmezőnyének elején. ...2017-ben egy-két közös barátommal úgy döntöttünk, hogy játékfejlesztésbe fogunk. Ennek volt egy előzménye, az egyik kollégánk, Faragó Csongor, már a korábbi időszakban, 2016 során kifejlesztett egy játékot, a Bellum Legacy-t, aminek elég nagy közönségsikere lett, és ez alapján úgy döntöttünk, hogy érdemes ezt az irányt folytatni, és egy új játékkal jelentkezni a piacon. Ami külön érdekes a történetben, hogy igazándiból én sem IT, sem ehhez hasonló műszaki végzettséggel nem rendelkezem, én pénzügyes vagyok, ezen a területen szereztem különböző végzettségeket, MBA diplomát és egyebeket. Az okostelefonok megjelenésével ez egy hatalmas piaccá nőtte ki magát. Maga a piac mérete erre az évre ezért egy 138 milliárd dolláros összesített árbevételt jósolnak a szakértők, tehát egy nagyon komoly piacról van szó, egy érdekes piacról van szó, ahol a 2008-as válság sem hatott negatívan, csak a növekedés ütemét csökkentette. Gyerekkoromban rengeteget foglalkoztam játékok játszásával, és ebből a szenvedélyből alakult ki később a játékok fejlesztése. Azt fogott meg ebben az egész dologban, hogy valami újat, valami szépet szeretnék alkotni. És szerintem ez egy kreatív szakma, ahol kitűnően meg lehet valósítani azt, amit elképzelünk. Kliensen belül
a user interface-t, a felhasználói felületet rakom össze, illetve az alá írok kódokat, valamint a játék mechanikáját, a játékmenetet kódolom. Röviden a játékról, tulajdonképpen egy területfoglalós stratégiai játék, kártyajátékokkal mixeltük kicsit a stratégiai játékok műfaját. Maga a játék ingyenesen játszható, és direkt figyeltünk arra, hogy pénzbeleköltése nélkül is akármit el lehessen érni benne, csak dekorációs elemeket lehet vásárolni. A játék kártya része három részre osztható, három kártya típus, a unit kártyák, a spell kártyák, illetve a victory vagy győzelmi kártyák. A unit kártyákkal gyarapíthatjuk vagyonunkat, különböző pénzeket kereshetünk velük, és ezekből tudunk vásárolni új egységeket, új kártyákat vásárolni. Illetve vannak spell kártyák, ezek nagyon érdekesen fűszerezik a különböző csata jeleneteket, megváltoztathatják a csata kimenetelét, rengeteg múlik ezeknek a taktikus használatán. Illetve minden játékos a csata elején választ egy-egy győzelmi kártyát, ezeken mindegyikkel tartalmaz egy győzelmi feltételt, és ezt, hogyha a játékos teljesíti, akkor megnyerte a harcot. A saját szakterületén mindenki hatalmas tudással rendelkezik, és ami külön pozitívum, hogy képesek a kollégák az önfejlesztésre, tehát hogyha valamit meg kell tanulni, át kell nézni, fel kell dolgozni, akkor ez nekik megy. Egy egész gyors sikerrel kezdtünk. A Microsoftnak a Dream Build Play nevezetű versenyét egy fejlesztői kategóriába, a Szolla nagy díját megnyertük a 2017-es versenynél, és ez egy olyan kezdőlökést adott a társaságnak, amitől egyre nagyobb lelkesedéssel vetette bele magát mindenki a munkába. A csapat egy érdekes módon osztott tulajdonképpen. A csapat egyik fele az nevezhető játék fanatikusnak, a másik fele pedig nagyon komoly IT szakmai háttérre rendelkező szakembernek. Játék szerver oldalát programozom, mivel ez egy online multiplayer játék, ezért a játékszerver az a távoli gép, ami a felhőben futó program, ami összeköti a játékosokat. Tehát egyrészt egyik feladata az, hogy kezelje a kapcsolódó felhasználókat, elindítsa a játékot, összehozza a képességben megfelelő játékosokat, majd le is vezényelje ezt a játékot, tehát ezt úgy kell képzelni, hogy az összes párhuzamosan futó játéknak a teljes állapotát tárolja a szerver, és minden pillanatban, amikor valamilyen akciót hajt végre az egyik játékos, akkor a szerver dönti el, hogy ezt most végrehajthatja, illetve ő küldi ki azokat a módosításokat, amik bekövetkeznek. Engem eredetileg Switch fejlesztőnek vettek föl. Egész gyorsan kiderült, hogy még nem állunk úgy, hogy Switch-re fejleszthessünk, de szerintem ez is egy ilyen előny, amit használni kell a startupoknál, hogy mindenki tudjon mindenféle dologban indulni. Tehát, hogy nem az van itt, hogy valaki azt mondja, hogy ezt tudom, ezt nem tudom, mindenkinek tudnia kell. Úgyhogy én elmentem, fejlesztettem Switch-en, kliensen, szerver oldalt, most éppen a AI-jal dolgozom. Alapvetően a játékfejlesztés során igazándiból a csapatmunkában dolgozunk, megkérdezzük a csapattagok véleményét arról, hogy mennyire tetszik, nem tetszik az az irány, amit éppen követünk, az a design elem tetszik, nem tetszik-e. Ennek szokott lenni egy olyan előzménye, hogy bizonyos alkalmakkor összeáll a csapat, és Skype-on keresztül különböző játékokat játszunk, és ezekből megpróbáljuk kiszűrni a számunkra tetsző, esetleg érdekes irányokat, pozitív dolgokat, és elvetni a teljesen nem tetsző dolgokat. Hát ezt úgy képzeljük el, hogy mi nem másolunk valakit, hanem a játékfejlesztés során egy teljesen egyedi játékot készítünk. Ezzel szemben viszont oda kell figyelnünk azokra a piaci trendekre, amik azt mutatják, hogy valami jó és tetszik a játékosoknak, valami nem jó, nem tetszik. Ugye én már elvégeztem egy BSC-t, és viszonylag fiatal a társaság itt a cégben, úgyhogy látom, én meg talán Laci, mi látjuk a legjobban azt, hogy mi a különbség a között, hogy mit ad lényegében egy Computer Science BSC, tehát mit adnak a programozó képzések. Tehát, hogy látjuk azt, hogy tanultunk egy csomó olyan dolgot, ami a nagyon jó képességű fiatal fejlesztőink
egész egyszerűen nem tanulták és nem tudják, hogy azt kéne használni. Úgyhogy mi ilyenkor ezeket próbáljuk tanácsolni a többieknek, és ez alapján is jobbá tenni a fejlesztés. És hát persze ott van az a feladat is, hogy mint egy kutatás különböző dolgokra, tehát hogy például a Nintendohoz, Nintendo Switchre nagyon nehéz abból a szempontból fejleszteni, hogy kevés az információra, és tényleg mint egy kutatás kell a dokumentációkat fellelni, új dolgokat kitalálni. A fejlesztés, játékfejlesztés az nem az, hogy az ember leül és megcsinálja, amit már sokan megcsináltak előtt, ez lényegében egy alkotói folyamat, és hát én szeretem ezt csinálni. Amit fontosnak tartok megjegyezni, hogy a Huawei cég felajánlotta, hogy egy kiemelt státuszban játékot fejleszthetünk az ő appgalériájukba, ahol a játékokat és egyéb különböző applikációkat kívánnak reklámozni a jövőben. A játékunk már játszható, nagyon örülünk, hogyha ezt sokan próbálják ki, és várjuk a visszajelzéseket ezzel kapcsolatban, hiszen ezáltal tudunk mi is fejlődni és egyre jobb és jobb szolgáltatást nyújtani a felhasználóknak. Az összességében pozitív kritikákat és a második évében egy kiváló nagy kiegészítőt, a Taken King-et megkapó 2014-es Destiny 1 sok konzolos játékos kedvence volt, még akkor is, ha főleg a megjelenésekor sok kritika érte a kevesebb tartalmat, illetve a kissé repetitív küldetéseket. Így a Destiny 2 tavalyi megjelenését már abban a reményben vártuk, hogy tanulva az első részből máshogy fogja adagolni a Bungie a tartalmat már az elején is. A Destiny 2 fogadtatása is némiképp vegyes lett, és bár az alaptartalom jobban sikerült, mint az első rész esetén a megjelenéskor, a végjáték ismét kissé limitált lett, és az első két kisebb kiegészítő sem segített túl sokat. Az Osiris sivatagos helyszínei például hiába voltak szépek, ha egyszer a kampány rövid és lapos, valamint semmi problémát nem oldott meg a főbb hiányosságokból. A Warmind esetén is a sztori rövidsége volt az egyik probléma, valamint a Destiny-re mindig is kicsit jellemző pálya újrahasznosítás is nagyon feltűnő volt itt. Konkrétan például a fősztori pályái voltak eladva más küldetések címszó alatt. De ha a történelem ismétli önmagát, a várva várt nagy kiegészítő a Forsaken hivatott arra, hogy rendbeszedje a dolgokat, mint annak idején a Taken King. Lássuk, sikerült-e. Mivel eleve egy kiegészítőről van szó, és ugye a történet, ha úgy vesszük, gyakorlatilag 2014-ben indult a Destiny 1-jel, nem nagyon bajlottak az új játékosok esetleges bevezetésével, hanem rögtön a jól ismert főbb karakterek közé dobnak minket. A bonyodalmak a Destiny világának talán legkedveltebb karakterének, Cade Six-nek a halálával kezdődnek, aki egy börtönlázadást leverni érkezik egy már korábbi események által megismert helyszínre, amikor rájön arra, hogy itt bizony több dolog áll a háttérben. Ekkor ugyanis felbukkan egy új faj, a Scorn, akik élén 8 báró és a Taken Kingben történt események hatására halottnak itt Uldren Sov áll. Szegény Cade ebből a helyzetből már nem tud megmenekülni, és Uldren elvéve fegyverét azzal viszi be a végső lövést. Egy ilyen közkedvelt szereplő halála nem tréfa, így először hallhatjuk végre megszólalni saját karakterünket is, esküdtéve a bosszúra. Természetesen ezúttal sem segítenek az úgymond pozitív hősök Cade régi barátai, így szövetségeseink Petra Veny és egy alvilági bűnözőfőnök Spider, vagyis a Pók lesznek. A történetre visszatérve becsapós lehet, hogyha utána nézünk, mindösszesen 4-5 sztori misszió vár ránk. Ettől azonban ne ijedjen meg senki, mivel a már említett 8 báró levadászása, ami az egyik legjobb rész a Forsakenben, külön küldetés sorozatként jelenik meg, megdobva ezzel bőven a játékidőt. Ez a 8 fő ellenség mind más és más tulajdonsággal rendelkezik, és az egyik legszínesebb, legváltozatosabb ellenfelek a Destiny történetében. Például a Rider nevéből adódóan nem két lábon, hanem motoron közlekedik, ezért ott vele küzdve egy hatalmas üldözés veszi kezdetét. Vagy itt van a Trickster, aki pedig bombát rejtett több dologba, és így tovább. A vége felé persze eljutunk Uldrenhez is, akiről megtudhatjuk, miért kezdett teljesen bekattanni, de ezt már nem fogjuk elárulni most nektek.
Természetesen, ahogy minden kiegészítőnél szokás, az ilyen és ehhez hasonló netes multiplayer címeknél újra megnőtt karaktereink maximum elérhető szintje, amely ezúttal már 50, illetve a light értékünk is. Ez utóbbi a Destiny világának egyik legfontosabb értéke, ez határozza meg lényegében fegyvereink erejét is. És ha már itt tartunk, jöjjön a Forsaken egyik legfontosabb újítása, mégpedig, hogyha találunk egy erősebb fegyvert, akkor annak erejét már nem lehet olyan könnyen beleinfúzolni, vagy áttölteni, mint korábban. Tehát eddig, ha volt egy kedvenc fegyverünk, de találtunk egy magasabb light értékkel rendelkező újabbat, bele tudtuk olvasztani a régibe, ami ezáltal erősebb lett. Ebből gyakorlatilag az következett, hogy a Destiny 2 alapjáték vége felé megszerzett fegyverekkel játszott mindenki azóta is, mert folyamatosan erősítettük őket. Ezt a megszokást akarták némileg feldobni a készítők, mivel így mostantól már rá vagyunk kényszerülve a folyamatos újabb fegyverekkel való játékra. Ez a döntés felemás megítélés alá esik, mert valóban érdekes kicsit megszokni naponta más és más fegyvert. Ugyanakkor viszont, mivel a jutalmak ebben a játékban jószerivel szerencse alapon találhatóak, kicsit frusztráló lehet, ha mondjuk napokig nem esik egy olyan cucc, ami már nagyon kellene. Persze továbbra is lehet erősebb fegyvereket beolvasztani a gyengébbe, de ehhez már olyan sok mindent kell megszerezni, hogy az ember 10-szer is meggondolja, belevágjon-e. Inspire and avenge your murdered friends. Fontos, hogy amikor azt hinnénk vége a sztorinak, még rengeteg dolog van hátra. Már csak azért is, mert nagyon dicséretes módon ezúttal nem egy új területet, hanem kettőt is kapunk. Igaz, a második eléréséhez még tennünk kell pár dolgot. Többek között ezért is becsapós, ahogy már korábban szóba került, a Forsaken hosszúsága. Az új területen is több tevékenység lesz elérhető, és itt helyezkedik el természetesen a fővégjáték, a Destiny 2 legújabb raidje is. Ez mindösszesen szeptember 14-én nyílt meg, így még igazán csak pár magasabb szintű csapat tudta végigjátszani, de a hírek szerint egy izgalmas felépítésű kihívást kapunk. Új játékmódot is kaptunk a Forsakennel, ez pedig nem más, mint a Gambit. Ez egy érdekes hibrid PvP és PvE, tehát gépi és más emberi játékosok elleni játékmód is egyben. Egy kör kezdetén két darab négy fős csapat indul egymás ellen, akiknek gépi ellenségeket kell minél gyorsabban legyőzni, hogy az általuk elhújtott kis mótokat összegyűjtsék. Majd ha elég összejött, le kell győzniük egy nagyobb ellenséget. Igen ám, de csavarral megtoldották ezt a készítők, mégpedig egy bizonyos ponton az ellenfél csapatából átjöhet, illetve a miénkből is átmehet egy-egy ember, kicsit megszabotálni a konkurenciát. És ha valaki ügyesen kihasználja ezt a lehetőséget, feltarthatja annyira az ellenfeleket, hogy a saját csapata nyerjen. Behoztak még egy új fegyverfajtát, a harci íjat, ami egy high-tech íjnak felel meg, ami bár lassabb, mint egy gépfegyver, de ha betalál, hatalmasat tud sebezni, és meglepően élvezetes vele harcolni. Valamint a már eddigi három fő karakter osztályunkon belüli képességfákon belül mindegyik kapott egy újabb adag képességet. A Warlock tüzesága például kifejezetten a gyógyító képességekre ment rá. Ezek közül csak úgy, mint eddig, egyéni ízlés dönti majd el, ki mit tart a leghasznosabbnak. Összességében tényleg újra hasonló dolog történt, mint annó a Taken King esetében, hogy a Forsaken egy kiváló kiegészítő lett. Ezzel pedig, ha már mindent egybeveszünk, igencsak kellemes mennyiségű tennivalónk akad a játékban. Sőt, a PlayStation Plus előfizetőknek ebben a hónapban a Destiny 2 alapverziója, és a két első kiegészítő jár ingyenes játéknak, nem titkoltan azzal a céllal, hogy akik így jutnak hozzá a játékhoz, már csak a Forsaken kiegészítőt kell megvenniük, hogy övék legyen minden. Így hát, ha újabb játékosokat tudnak motiválni, hogy fejest ugorjanak a Destiny világába. És ha így nézzük, valóban csábító ez az ajánlat, de ha kérhetnénk, a Destiny 3 esetén már ne csak egy nagy kiegészítő hozza rendbe majd a játékot.